amikor elkezdtük kommunikálni a kiállítás megszervezését és létrejöttét, akkor már első perctől kezdve kialakult egy olyan szimpátia és művészi és kiadói kapcsolat Borsi Flórával, akinek a képeit én személy szerint nagyon megszerettem, és elhatároztuk, hogy ennek a kiállításnak az ő anime sorozatának a bemutatóját itt Magyarországon egy ilyen villámkiállítás keretében szervezzük meg, amire nagyon jó teret adott ez a lehetőség, hogy itt több ember jön együtt, ugye más érdeklődések körülnek, de ez az átfedés, ez teljesen jó kapcsolat a technika és a művészetek között. Én azt szeretném egy pár szóval érzékeltetni, hogy mennyire fontos az, hogy van valaki Magyarországon, aki fiatal, ötletes, pozitív kisugárzású és olyan produkciót tud produkálni a művészeti életben, itt Magyarország életében is, amely túl megy a határokon. És az érdekessége az egésznek az, ahogy én Flórától ezt hallottam és magam is tapasztaltam, hogy az a fajta helyzet alakult ki, hogy senki nem proféta maga országában. Kezdetű mondatot kéne kicsit ragozni és tovább gondolni, hogy az ő első igazi sikerei nem is ide kötődnek hozzánk, hanem befutotta az egész világot, és ennek az eredményei és aztán a megjelenések a világ különböző kiállítási termeiben és más kiállításokon is voltak igazából az első olyan sikerek. Hát szóval kicsit ő hazajön ide, és most megmutatja magát nekünk, a magyar közönségnek. Örülök, hogy eljöttek, most kicsit elcsúsztunk ebből a megnyitóval, közel 3-4 órával később kerül sor mindarra, amit mi korábban szeretünk volna, és nagyon várta a Flóra, és mondta nekem, hogy most ilyen, miért vagyunk ilyen kevesen, de én azt mondom, nem vagyunk kevesen, mert ha én emlékszem a saját tapasztalatomból, miért nem csináltuk különösen nagy akvizíciót, de jó néhány fotókiállításon voltam, és magam is nyitottam meg már kiállításokat, nem szoktak többen lenni. És azok nagyjából a szakmai közönség, akik nem annyira érdeklődnek, mert ismerik egymást. Tehát bármilyen galériában egy ilyen helyzet van, akkor ez közel sem olyan, mint amilyennek mi elképzelnénk. Ez az első ilyen tapasztalat. Úgyhogy én azért vagyok nagyon boldog, mert itt most vagyunk néhányan, vannak, akik elmennek átömögben, elvédlek őket, amit mondok, de ez nem fontos. A fontos az, hogy egy olyan eseménynek leszünk a szemtani pillanatokon belül, ami Borsi Flóra első önálló villámkiállítása Budapesten, a Marriott szállóban, amely igazán méltó körülmény. Én azt szeretném most kérni, hogy köszönjük Tapsa a Flórát, és megkérem, hogy jöjjön ide közénk, kicsit beljön a képbe. Szia, most a népuszit neked, de már csak azért is, mert van, hogy találkoztunk, de annyira kedves, és ez igazán így nektek szólt ez az üdvözlés. Én kértem, hogy pár szót mondjon nekem, tehát már olyan szót Flóra, ami egy kicsit többet ad ebből, bár olyan fantasztikusan nyilvánult meg néhány nap ezelőtt a Facebookon, hogy bevallom férfiasan, hogy nagyon sok dolgom volt az utolsó napokban, és amikor megláttam, hogy följött a Facebookra, és elindult ez a bizonyos önbeszélgetés a láthatatlan nézőkkel, akkor gondoltam, hogy jó, most már itt ebbe eltett 3-4 perc, és voltak is megakadások benne, és nem tudtam egyszer végigkeretni a 17 percen, mert annyira szuggesztív volt, és annyira kifejező, annyira lelkesítő, és pont a saját generációjához szólt azokkal a szavakkal, amik az ő példájából, vagy az ő saját intuíciójában megfogalmazottak, hogy ez engem lenyűgözött. Most én csak annyit szeretnék kérni egy kicsit, mivel a biográfia is fönt van a kiállításom az oldalán, megosztottuk az eseményeknél, tehát aki oka elolvashatja, hogy egy szóval, vagy egy mondatban annyit mondja el nekünk, hogy merre voltál, merre volt a megjelenéseid, kiállításaid, és utána akkor, ha ez már mindenki mindent tud, kellőképpen filmjelzi majd, hogy tényleg mik a sikereid, ez nagyon beszédes mondat lesz majd, és akkor utána megnyitjuk a kiállítást. Szeretném mindenkit üdvözölni, és köszönöm, hogy eljöttetek, így már talán hallottok is.
Barsi Flóra vagyok, hogyha ez eddig nem derült fel neki. És nagyon furcsa, hogy magyarul beszélek, mert eddig szinte csak angolul beszéltem kiállítás megnyitókon külföldön, és hát Kínától New Yorkig szinte mindegyik kontinensbe jártam a kiállításaimmal, és nagyon örülök, hogy végre itthon is bemutathatom a képeimet a magyar közönségnek és azoknak az embereknek, akik számomra a legkedvesebbek. Úgyhogy hát igazából a milyen nagyobb szakmai sikerem volt ez a BBC Culture, Daily Mail, Daily Mirror, ezek a nagyobb médiumok, amikben megjelentem. Úgyhogy ezt a sorozatot pedig, amit most itt láthatok, egy újabb, még nem láthatjátok, igen, egy újabb taggal bővült, amit ti láthatok most a világon először, úgyhogy remélem, hogy majd tetszeni fog. Köszönöm szépen, hívőes tapsalat jutalmazóknak. Én azt hiszem, hogy kicsit izgassuk a közönséget, legalábbis azzal, hogy szeretnénk, hogyha most én szóval lesz, hogy itt látom bennünket az interneten is, mert a Fotoklik munkatársa lehetővé tette, hogy ez a megnyitva, ez most felkerüljön és láthassuk a világhálón. De addig egy kis izgalmat ennek az egész dolognak, és majd a végén mondom ki a szót, hogy a kerítést megnyitjuk. A Hostess kolléginánk egyenként fogja levenni majd a képekről a leplet, lerántjuk a leplet, és akkor utána lezárjuk a lakszőt, és menjünk a kerítés. Kérlek szépen, kezdve az elsőt. Wow. És akkor meg lehet tapsolni ott, mert ez egymás után bővülni. Nem akarsz elmondani semmi, de nyugodtan. Viszont következő. Csak óvatosan, hogy leszakadjon a kép, ha meghalunk. Óvatosan, húzd csak magad felé. Ez az, köszönjük szépen. Ez, amiről Flóra beszélt, ez azonképpen a legnevet kapta. És van egy kis bájos mondat, amit a Flóra most el fog mondani neki, nem adom át a mikrofont, hogy miért lett ennek meg a neve. Nem tudtam eldönteni, hogy ez most holló vagy varjú, mert a méretes a stimmel, meg a kinézett, úgyhogy egyszerűen csak belekedtem. Szerintem teljesen jövőtlen. És aztán utána jön már a karnánál tartunk. Bevallom férfiasan, hogy én, amikor ezt a kerítést megálmodtuk így és ebben a formában, ezt egy kölni találkozásunkon született, amikor mentem a kölni fotókínát, biztosan hallottatok, vagy tudjátok, hogy mi ez a legnagyobb fotós kiállítás a világban. Fototechnikával foglalkozik, és elmentem, azt hiszem, hogy pont a most leleplezésen kerülő kép előtt, és hát ez a Flóra képen, mondom, akkor most gyorsan mentem a telefonomat, és lefényképezem, és elküldem a Flórának, mondom, hogy lássa, hogy hol látom a képét, és így bejött a képbe szemből. És akkor utána először megöltünk egymásnak, volt egy nagyon sikeres Facebook Live bejelentkezésünk is, de ettől függetlenül az egész strand, ez az Ilford strandja volt, tele volt a Flóra képeivel. És ez nekem nagyon jó esett, nem csak mint magyarnak, hanem is, mint aki az adni csekedhet, hogy nem olyan régen jelent meg a Profi Photo magazinban az ő bemutatkozó interjú, illetve a képekkel együtt egy ilyen kis attitűd. És ez egy nagy boldogság volt. Úgyhogy most értünk az a pillanathoz, amikor megkérlek, hogy ezt fogad el tőlem szeretettel, a barátságunk elkerül. És akkor most mondjuk azt, hogy hölgyeim és uraim, Korsi Flóra első magyarországi önálló kiállítása és az anime sorozat itt a Profi Photo kiállítás keretén belül megnyílt, erre mondják azt, hogy a kiállítást megnyitom. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Flórának a művei, amiket itt látunk, ez egy egészen egyedi, és nem csak ötletet, hanem olyan fajta technikai tudás is igényel, ami sokak számára talán irigylésre méltó, és sokan szeretnék tudni azt, hogy hogyan is működik egy ilyen, és rávetünk Flórát arra, hogy tartson egy kis workshopot, egy kis bemutatót nekünk, ezt nem sokára, miután időben kicsúsztunk már egy kicsit, itt a Pest teremben látható mögött lesz majd látható. És hát akit ez érdekel, azt természetesen szeretettel várjuk. Még egyszer Borsi Flóra workshopja lesz perceken belül a Pesteremben. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy ezt megnéztétek, és jó szórakozást kívánok! Köszönöm.
Lényegében arról szólna, hogy megmutatom, hogy az egyik ilyen animálós képen hogyan van felépítve, tehát aki esetleg szakmai érdeklődőként van itt, illetve technikai tudását szeretné gyarapítani, az a workshopnak az első blokkjában ezt megteheti. Remélem, hogy segítségetekre lesz majd az, amit mutatni fogok. Egy-egy ilyen képnek az előállítása körülbelül 10-12 óra. Azt tudni kell esetleg, hogy segítségű szolgáljon, hogyha ismerős lenne a képen szereplő alany, hogy ez én vagyok. És én általában magamat szoktam fotózni. Jelenleg 23 éves vagyok, egyetemista, tehát teljesen átlag mintapolgár. De nekem hobbimmá vált, illetve a szerelmemmé a művészet, illetve a rajzolás adta lehetőségek, amikor még ilyen 5-7 éves voltam. Azt még szeretném elmondani, hogy én az egyetem előtt semmilyen művészeti iskolában nem jártam. Saját magamtól tanultam meg mindent, amit csak lehetett, és a rajzolásból később Photoshop, illetve fotomanipulációkkal töltöttem az időmet, és amikor 14-5 éves voltam, akkor elkezdtem fotózással foglalkozni, mert érdekelt egy olyan nyersanyag, ami realisztikusabb, mint amit egy rajz által elő tudok állítani. Tehát nekem a rajzolás, illetve a festészet sajnos nem volt elég realisztikus ahhoz, hogy azok az álomképek, amik a fejemben létrejönnek, azokat én realizálni tudjam. Ezért elkezdtem fotózni, amihez a legegyszerűbb, hát hogy is mondjam, nyersanyag az én voltam, tehát saját magam. És én ezt ezután folytattam, tehát hogy az, hogy saját magammal csinálok képet, az nekem egy rendkívül egyszerű dolog, és szeretem is, mert így a saját magam kis világában én ott maradhatok, és így kiterjeszthetem azt, ami belül, illetve hát így kívül is látszik. Hát akkor engedjétek meg, hogy elkezdjem a technikai részét ennek a workshopnak. Itt látható a DAF című képem, ne haragudjatok, hogy leülök. És hát én most a legújabb Photoshop CC-vel dolgozom, mert igazából ez 10 dollár havonta. A legújabb újításokkal tudok dolgozni, a legkorszerűbb eszközökkel, és egyébként a CS6-hoz képest ez az új Photoshop rendkívül sok lehetőséget tartogat azoknak, akik esetleg érdeklődőek ez iránt. És hát igen, itt látható a készkép. És én ehhez egyébként rajzpadot használok, amit például most a Software.hu biztosított nekem, és nagyon örülök neki, mert egy kis Intuos-essel dolgozom körülbelül 2 éve, és most ez egy nagy újítás számomra. Azért használok rajzpadot, mert sokkal egyszerűbb a hajat és az apró részleteket kiegészíteni, megrajzolni. Hogyha mond nektek esetleg valamit az, hogy maszkolás, akkor abban segít nekem a rajzpad, hogy amikor maszkolni kell, akkor sokkal egyszerűbben körbe tudom azt vágni, ami éppen felesleges vagy éppen kell. És hát még sosem mutattam meg a PSD-imet senkinek, úgyhogy ez most egy ilyen konyhatitok lesz, amit láthattok, illetve hát az iPad-ek és az iPhone-ok által a nagyvilág is. Remélem, hogy élvezitek a... Sziasztok! Bocsánat, ez most egy online beköszönés volt. Tehát, ugye ez volt a madár. Én ehhez stock fotót használtam, itt begruppoltam, csak hogy jobban lehessen látni. Így néz ki madár nélkül a kép. Ezt a stock fotót erről a galambról én körbevágtam. Itt, amit lehet látni, megfényeltem, beárnyékoltam, hogy minden jobban illeszkedjen az adott képhez. Én ilyenkor, amikor egy stock fotóval kell dolgozni, illetve hát egy ilyen adott képpel, amit be akarok vágni, illetve össze akarok éleszteni egy alatta lévő képpel, akkor nagyon fontos szerintem az, hogy az árnyékok stimmeljenek. Amikor egy képet beemelünk egy adott kép elé,
hogy az azon lévő árnyékok is megegyezzenek a fényforrás árnyékaival, illetve a vetett árnyék is megegyezzen azzal, ahogy az realisztikusan az ember elképzeli. Ezt én nem szoktam méltónilag kiszámítani, tehát én abszolút a szememben hagyatkozom, de például itt, hogyha ezt az árnyékot ide nem húztam volna be, ami itt látható, akkor így értelmét vesztené az egész térbeliség, és nem látnád azt, hogy ez lehet, hogy ott van, lehet, hogy nincs, az a szakmai szemedre van bízva, hogy te ezt most elhiszed nekem, vagy nem. És miután, ja igen, ez volt a színezés, de ez csak egy ilyen lehelletnyi változás, igazából szerintem nem lehet annyira észrevenni, megmutatom még egyszer. Egy kicsit beárnyékoltam, felfényesítettem, levettem a szaturációt. Én a színezéshez szoktam a selective layer-t használni, illetve szoktam még különböző rétegeket, például hát igen, szaturáció, brightness, szelektív szín, igen. Jó, itt látható a galamb, ezt leteszem, mert kell a másik kezem. Most levettem a maszkot, tehát így nézett ki az a kép, amivel dolgoztam. Egyébként mindenkinek ajánlom az Adobe Stockot, mert $30 kerül 10 kép, és ez teljesen jogtiszta forrás, és szerintem az egyik legelérhetőbb árkategóriában van, illetve a felhasználhatóság tekintetében is nagyon jó, mert rengeteg kép van fönt, és rögtön a Photoshop-bal egy ilyen plugin-nel be tudjuk húzni. Na tehát itt látható a maszk, és lényegében én ezt körbevágtam. Itt látható a különbség. Jó, akkor túl vagyunk a madáron, meg leveszem a final színeket. Így látható a fehérítés, ez egy nagyon jó trükk, amit szeretek alkalmazni. Ez ugyanis szelektív színnel van. Én sokan azt mondják, hogy nem jó használni, mert veszteséges, sokan azt mondják, hogy érdemes használni. Én az érdemes használni pártján állok, mert szerintem nagyon sokat tud segíteni, és egyébként lehet úgy is alkalmazni, hogy nem normálon van, hanem mondjuk soft lighton, vagy éppen csak a világos részeken látszik. Ebben ugyanúgy lehet maszkolni, tehát megadhatom, hogy például csak a hátteret vágja ki. Ez nagyon hasznos dolog, mindenkinek csak ajánlani tudom. Jó, tehát itt látható, hát ez már a félig lebontott kép. El sem hiszem, hogy megmutatom. Igen, egy kicsit így likvifájóval van az arcomon. Szeretem egy lehelletnyit a szemeimet megnagyítani, illetve az orromat egy kicsit összehúzni. Genetikailag sajnos nem vagyok tökéletes, de a képeimen keresztül törekszem a realisztikus és számomra egészen elfogadható külsőre. Bocsánat, csak kicsit kiszállt a rendszerből a pedem, de mindjárt föléleztem. Jó, fölélet. Itt láthatóak a tollak. Ezek voltak a tollak. Én ezekhez szintén stockfotóból dolgoztam. Ezeket egy külön rétegen én körbevágtam, tehát ez is egy fekete háttér előtt volt. Én ezt körbevágtam, utána pedig itt az editnél, nem tudom mennyire látszik, igen, itt az editnél lehet define-olni, mint brush-t. Tehát ez egy új ecset lett, ez a kép, amit én készítettem a tollakból, és ezeknek a méretét, illetve a fényere, illetve az opacity, hogy van? Nem tudom magyarul. Igen, az átlátszóságát állítottam, illetve definiáltam, és ezeket egyenként így ide raktam. Jó, a szemöldököt, hát azt így sikerült megoldani. Itt egy kicsit furcsán néz ki, mert én az életben ezt lesminkeltem, majd teljes mértékben eltávolítottam egy ilyen ragasztó segítségével, úgyhogy egyre furcsábban nézek ki ezen a képen. Na de hát a képért mindent, tehát hogy én már hagymát
facsartom a szemembe például az egyik 2012-es képen kedvéért, hogy az erek úgy még jobban látszódjanak, és hogy az ne legyen photoshop. Tehát, hogy nekem vannak olyan munkáim is, ami lehet, hogy furcsa, de nincs benne photoshop, és ezzel szoktam az embereket megtrükközni, hogy feldobok néha az internetre egy-egy olyan alkotást, vagy munkát, amiben semmilyen módosítás, ami brutálisan módosítás, tehát az nincs benne. Például, nem tudom, láthatok-e a Photoshopnak az indítóképernyőjét. Azon például szinte alig van Photoshop, tehát azok az ecset vonások, amiket láthatok azon a képen, sajnálom, is nem tudom megtartni, azok a valóságban jöttek létre, és az utómunka az csak a színekben állt meg. A szememet beszíneztem, ehhez igen, egy layer 10 és egy layer 10 copy volt. Ehhez én egyszerűen csak egy ilyen overlay réteget használtam, ami, hogyha feketével van megrajzolva, illetve sötétkékkel, akkor realisztikus hatást el lehet érni, és mégsem törlődik ki teljesen feketére. Tehát ugye a szemnél nagyon fontos, hogy hiába sötétítjük el, az nagyon fontosnak kell, hogy maradjon, hogy ezek a tükröződések, amiket itt láttok, tehát a vakunak a reflekciója, az ugyanúgy látszódjon, mert hogyha az ember teljesen kitörli a szemének a tükrét, akkor irreális lesz az eredmény, és senki sem fogja elhinni, hogy az egy valóban egy fekete szemű ember volt. És azon később, hogy ez még sötétebb legyen, ugye a szín rétegekkel segítettem elő a végkifejletet. Jó, tehát itt van a képünk, és még egy kicsit kivilágosítottam a hátteret, és hát lényegében ez a kiretusált, sajnálom, kiretusált, vagy az eredeti kép. Úgyhogy újra fölépítem, csak hogy így lehessen látni a változást. Jó, tehát ez a készkép. Úgyhogy... És most szeretném megadni a lehetőséget arra, hogy ti kérdezzetek szakmai dolgokat, ami ehhez kapcsolódik, hogyha elvileg nincs kérdés. Senkinek semmi kérdése nincs, amikor... Mindenki kérdezni, csak volt már olyan, hogy ez fogfutó eredeti tulajdonosra gratulált idézőjelben, hogy hol vetetted a képét, mert ugye lehet, hogy ezeket kicsinálta az eredetiért, tehát nem az oroszlopon, vagy van a második ilyen, volt erre, hogy kapcsolatba kerültél? Nem, még sosem volt. Sosem volt. Nem vették észre. Nagyon fontos tudni, hogy a stock fotó az a legális módja annak, hogy egy olyan képünk lehessen a kezünkben, amit nem mi fotóztunk, mégis mi vagyunk a tulajdonosai. Rengeteg licensz létezik a világon, de amikor az ember egy stock fotót vásárol különböző ügynökségekkel, akkor megnézheti azt, hogy ezt a képet mire használhatja föl. Elvileg mindenféle licensz fajta van, vannak olyan fajták, amik csak arra adnak engedélyt, hogy te, hogyha van egy honlapod, megjelenítsd rajta a fotói az adott stock fotósnak. Van, aki arra ad engedélyt, hogy módosítsd ezeket a fotókat, és elvileg rátedd a te saját brandedet, és azzal reklámozd magad. Tehát ez már kettő dolog, amit mondtam egyszerre. És vannak olyan felhasználási jogok, amikor te szabadon módosíthatod, illetve a saját képeddel együtt felhasználhatod, és egy teljesen új alkotói varással ellátott képet dobhatsz föl. Illetve még ennek van egy továbbfejlesztett verziója, amikor ezt pénzé is teheted és adhatod. Szóval szeretném mindenkit arra buzdítani, hogy bárki azt mondja, hogy a Google-ből szerzett képek azokat legális felhasználni, az nem igaz, és van erre egy legális megoldás, ami szerintem még itthon is finanszírozható, és egy jó ötlet. Más esetleg kérdés, szakmai? Semmi. Jó, akkor szeretnénk most még egy kicsit beszélgetni veletek, mert hogy mi most mi egymással beszélgetünk, csak hogy ez egy monológ lett, amiben lett egy kis zaj. Nagyon szeretném
azt elmondani nektek, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és ez egy kicsit furcsa dolog valóban, hogy én külföldön hamarabb voltam meghívva, illetve invitálva a kiállítást létesíteni, mint itthon. Nekem ez, amikor még itthon nem jött létre ez a szakma, illetve stb. Viszont, illetve még nem voltatok ennyien, akik felfedezték a munkáimat, illetve kedveltek volna, ez elégékesen édes volt, hogy több külföldi rajongónk volt, mint itthoni. És ez nem azt jelenti, hogy ti nem szerettétek a munkáimat, vagy esetleg a magyar embereket, csak nem jutott el a hírem ide. És szépen lassan az évek során egyre több ember hallott a képeimről, én buzgón megpróbáltam minden ellenszél ellenére is tovább alkotni. Pozitív, illetve negatív vélemények végig kísérték az utamat. Amikor kisebb voltam, a negatív vélemények eléggé rányomták a bélyegüket a mindennapjaimra, de aztán megpróbáltam ezeket a negatív kísérleteket kizárni az életemből és tovább haladni. Tehát az a lényeg, hogyha az ember szerintem legalábbis, hogyha az ember kap egy negatív bírálatot, illetve szakmai véleményt, akkor annak azt a részét, ami építi, azt leszűrje, és a másik részét, ami pedig csak megállítja a munkában, azt el kell engedni. Mert az a lényeg, hogyha alkotók vagytok az életben, hogy haladni kell. Haladni kell a saját munkánkkal, haladni kell a saját életünkkel mellette, és a munkánkat nem szabad, hogy a privát életünk, illetve a démonjaink befolyásolják. Olyan szinten, hogy inspiráció szolgáljanak egy-egy alkotáshoz, befolyásolhatják szerintem, de az, hogy emiatt megálljon bárki is, abban, hogy azt csinálja, amit szeret, azt szerintem nem szabad engedni. Mert mi sajnos, hát egyedül születünk és egyedül halunk meg, de nem akarok ilyen még filozófiai dolgokba belemenni, de hogyha te megállsz, akkor csak te leszel ettől szomorú, és az maximum másnak jobb lehet, de semmiképpen sem nyers belőle pozitív energiákat. És nekem is volt az életemben, amikor párszor meg kellett állnom, mert elbizonytalanodtam, hogy valóban ezt kellett csinálnom, de mindig voltak olyan emberek, illetve olyan jó hírek, amiket kaptam, amik azt biztosították számomra, hogy nem szabad megállni, és ezt folytatni kell. Mindenki szerintem fejlődik, és legtöbben megkérdőjelezzük saját magunkat folyamatosan, hogy vajon ez elég jó ahhoz, hogy én ehhez a nevemet adjam, publikáljam, megosztom az emberekkel, a barátaimmal, továbbfejlesztem. És szerintem ezeket a kérdéseket igenis fel kell tenni magunknak, mert saját magunkra reflektálni kell, de ez nem szabad, hogy azt jelentse, hogy letegyük a tollat, a papírt, a fényképezőgépet, és azt mondjuk, hogy hát nem elég jó, amit csinálok, nem szeretnék folytatni, inkább csinálok mást. Ha viszont ez a véleményed, és már szeretnél csinálni, és abban leled örömöd, akkor csináld az. De hogyha valamit szeret, és igazán kitartasz mellette, akkor azt nem szabad feladni. És hogyha csak hobbibanak maradhat meg, mert az idő nem engedi a teljes 8-10-12 óra mellett, amit dolgozott, akkor azt a munkát szerintem rakd be egy kapszulába, hogy ez egy olyan dolog, amit te nem igazán kedvelsz, de viszont kell ahhoz, hogy te abban a maradék 4-5 órában, amit saját magaddal, illetve a szellemi fejlődéseddel és a kreativitásod kiégésével töltetsz, azt annál inkább ügyesebben és progresszívebben töltsd el. Nem szabad, hogy ezek az órák, amiket mi feleslegesnek tartunk, vagy negatívként ér minket, elvegyék a kedvünket azoktól a dolgoktól, amiket igazán szeretünk. És nagyon fontos ilyenkor erősnek maradni, amikor a mindennapok megkeserítik egyesek életét, mert szerintem mindannyiunknak van olyan, amikor semmi kedve nincsen alkotni, vagy bármi olyat csinálni, amivel előreléphet. Ilyenkor viszont szerintem nem szabad erőltetni. Nekem is nagyon sokszor volt, hogy egy-egy képen bejárta a világsajtót, egy-egy sorozatom, például 2013-ban az időutazásos sorozatom, vagy például ez, és utána egyszerűen azt éreztem, hogy annyira nagy az elvárás, annyira felül kell ezt is múlnom, hogy én inkább befejezem, és nem tudok ennél jobbat alkotni.
ezt meg kell élni, a sikert is meg kell élni. Nagyon fontos, hogy az ember meg tudja saját magát dicsérni, és meg tudja saját magát jutalmazni, mert amikor egy-egy ilyen jó dolog történik, akkor hirtelen az ember nem tudja, hogy hova kapjon, hogy ez valóban ő kiérdemelt a munkájában. Igen, ilyenkor meg kell dicsérni saját magatokat, és amikor valaki oda jön hozzátok gratulálni esetleg, akkor azt is meg kell élni. És hogyha én annó, amikor valaki például 2012-ben én elmentem egy ilyen portfólió review-ra, ahol én azt a véleményt kaptam, hogy nekem ezt a fajta Photoshop témát, nekem ezt nem kéne folytatni, hanem foglalkozzam csak a fotográfiával, mert hogy ezek az önportrék, ezek egészen jók, és hogy én ezeket a hatásokat Photoshop nélkül is el tudom érni. És hogyha erre az emberre hallgatok én mondjuk 4 évvel ezelőtt, akkor most nem állok itt előttetek, és nem tudom nektek ezeket a tapasztalatokat, illetve gondolatokat elmondani, úgyhogy ez is arra ad igazolást, hogy ki kell tartani amellett, amiben örömünket lejük, de nem szabad erőltetni. Néha igenis, az is az alkotói folyamat, hogy te pihenteted a testedet, pihenteted a lelkedet, és te éppen nem csinálsz semmit. Ez is a folyamat része, és ez is nagyon fontos, hogy megéljétek. Persze ez a folyamat, hogy 10 év, akkor nem értem, hogy miről volt szó, de pihenni is kell, tehát amikor az ember nagyon erőlteti a dolgokat, nem fog belőle jó kis kívülni, és én is egy párszor ebben a hibába estem. De utána meg kell az ember büntetni, és az inspiráció az mindig jön. Tehát az ember, ahogy elengedi, kvázi magától jön. Hogyha az ember nagyon forszírozza, akkor nem fog jönni az az igaz ötlet, amit te mondjuk bele akarsz inni, és utána boldog leszel és büszke lesz erre. Legalábbis velem ez történt, lehet, hogy nálatok fordítva van, és hogyha erőltetitek, akkor lesz ez igazán nagy dolog, de velem ez így történt. Kétféle alkotói, vagyis hát igen, alkotó vagyok, alkotói tevékenységem van. Az egyik az, hogy a kézkép, azt én látom. Valahogy eszembe. Ez mind egy asszociációs játék. Például ez a sorozat onnan jött, hogy én játszottam a kutyámmal, csináltam egy ilyen selfie videót, maga véletlen, több cigi sztori, de akkor is ez volt a forrása. És valahogy úgy esett az egyik ilyen képkocka, mint hogyha a fehér kutyám és én a fehér bőrű lány teljesen egy tekintettel rendelkeztünk volna. Innen ez a sorozat idáig eljutott. Rengeteget tudnék mesélni, hogy mi hogyan inspirált, de legtöbbször ez az asszociációs játék az, ami segített nekem igazán beindítani egy-egy sorozatot. Tehát nagyon sokszor az van, hogy a kézkép megjelenik nekem, és a fantáziám szülemény egy asszociáció által, egy gondolat által, és egyre többször az utóbbi időben előfordul velem az, hogy csak játszok. Két képet megpróbálok összerakni. Mi lesz belőle? Mi lesz, hogyha egy arcot, és például egy arcot és egy lángot, vagy egy arcot és egy másikat összerakok. És ahogy meglátom ezt a két elemet, ezt a két réteget, megszületik, hogy mi lesz ebből. Tehát ez is nagyon sok, mind a kettő igazából így előfordul, de... Ennyire elismert lették külföldön, és sőt, mondtad, jobban elismernek külföldön Magyarországon. Hogyha esetleg külföldön érnél, változtatna ez pozitív irányba, vagy jobban is tudál, hogy ha Magyarországon vagy sok. Jobban ki tudsz-e pontakozni esetleg külföldi életben is, hogy életmódban? Én voltam sok helyen külföldön, igaz, nem hónapokra, csak hetekre, de nekem az a világ annyira idegen volt, annyira nem éreztem otthon magam, annyira nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy semmit sem ismerek a környezetemben, hogy ez ahelyett, hogy inspirált volna, engem inkább arra ösztönzött, hogy rohanjak haza ide Magyarországra. Tehát én sokszor megjártam ezt. Kint én úgy gondolom, hogy az ember egy mókuskerékbe kerül azáltal, hogy az az átlag életszínvonal, amit neki biztosítania kell, azt hát, na, sok pénzből lehet csak így megélni, és én nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy én azzal töltsem az időmet napi
X órában egy reklámcégnél, hogy én a megélhetésemet, illetve a lakhatásomat biztosítsam, és az a környezet például, amit én megteremtek kint egy év alatt, az, ha bármi történik, nekem fel kelljen adnom és haza kelljen jönnöm. Nekem kell a biztonság ahhoz, hogy ezeket a képeket megalkossam, mint ahogy egyébként a képeimben is látszik a biztonságérzetem, mert én nem sportfotós vagyok, természetfotós, aki a pillanatra utazik, és megpróbálja elkapni ezeket a egy-egy másodpercre bevillanó tökéletes képeket, hanem én mindent megrendezek, és ugyanígy van az életemben, hogy szeretek minden biztonságban tudni, de például egy évre szívesen kimennék az USA-ba, vagy bárhova tapasztalatot szerezni, illetve az ottani emberek társadalmával megismerkedni, hogy hát ha az jobban tud engem inspirálni, de ennek még nincs itt az ideje, de lehetséges, hogy ez lesz. Igen, szeretném még ezt a sorozatot folytatni, de nem lesz mindegyik kép publikálva. Szeretnék később egy könyvet ebből a sorozatból készíteni. És hát lényegében ilyen 16 darabra tervezem a komplett anyagot. És majd később majd szeretnék egy olyan könyvet is létrehozni, amiben évek de felbontva például látszódna, hogy honnan, hova jutottam, és mikor, milyen korszakom volt. De akkor még túl fiatal vagyok, szóval. Köszönöm, hogy itt voltam.